Jelenleg is több emberkereskedelmet érintő ügyben van eljárás a megyei és a városi kapitányságon is. Nem feltétlenül azért van ez így, mert nőttek az esetszámok, inkább azért, mert egyre többen fordulnak a hatóságokhoz és kérnek segítséget. Ez egy évekre visszanyúló prevenciós tevékenység eredménye. Azért azt ne felejtsük el, hogy az emberkereskedelemről, ha beszélünk, akkor nem csupán a prostitúciót, hát a szexuális kizsákmányolásról beszélünk, hanem a munkacélű kizsákmányolásról is, tehát a kényszermunkáról például, vagy a gyerekmunkáról, illetve egyéb kizsákmányolás, például az adós rabszolgaság. És sajnos mind a hárommal találkoztunk az elmúlt időszakban, ha nem is a megyében, de kis hazánkban, illetve hát nyilvánvalóan a külföldre visznek ki magyar munkavállalókat, akkor az ő esetükben is volt több olyan az elmúlt években, amikor is kihasználták őket, embertelen körülmények közt tartották őket, a szálláshelyen volt amilyen, nem kapták meg a bérüket, nem volt munkaszerződésük, és úgy általánosságban a munkavállalókat megillető jogaikat nem tudták gyakorolni. Tehát ez egy összetett dolog, de tény is való, hogy a prostitúció és a szexuális célú kizsákmányolás az kéz a kézben jár, ha emberkereskedelemről beszélünk. Többségében a halmozottan hátrányos helyzetű településekről, családokból kerülnek ki ezek a személyek, illetve nevelő otthonokból, többségében fiatal lányok. Nagyon nagy a látencia, sokszor a sértettek jelentik, ha már nem bírják tovább, illetve a rendőrségnek is van egy szűrője, rálátása, és egy-egy szervezet leleplezésekor derül fény az ilyen esetekre. Civil szervezetekkel is együttműködnek, amelyekhez fordulhatnak a sértettek. Országosan is, meg a megyében is azért nagyon sokan tesznek annak érdekében, hogy az emberkereskedelem ellen ténylegesen fellépjenek, illetve segítséget nyújtsanak ezeknek az áldozatoknak. Itt azért megemlíteném a Fehérgyűrű Közhasznú Egyesületet, vagy a Segítőkéz 2003 Szociális Egyesületet, illetve a Baptista Szeretett Szolgálatnak, meg a Református Szeretett Szolgálatnak vannak különböző képviseleteik, elérhetőségeik. Ténylegesen közreműködnek egyébként itt ezeknek az áldozatoknak a megsegítésében, és ezt tényleg úgy gondoljuk el, hogy ténylegesen kézzelfogható segítség, tehát nem csak az, hogy segítséget nyújtanak, akár pénzügyi segítséget, vagy jogi segítséget biztosítanak, hanem akár a védett szálláshely biztosítása pontosan annak érdekében, hogy az áldozat az kikerüljön ebből a körből, és hogy ne tudja megkeresni az elkövetőhoz új futtatója. A BTK meglehetősen szigorúan szankcionálja az ilyen jellegű cselekedeteket, amelyek büntetnek számítanak, tehát elég hosszú büntetési idővel számolhatnak az elkövetők, amit általában fegyházban kell letölteni. Azonban ez sem bizonyul sajnos megfelelő visszatartó erőnek, hiszen maga a tevékenység a folytatóinak óriási jövedelmet jelent. Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének 2014-es felmérése szerint az emberkereskedelem évente világszerte 150 milliárd dolláros hasznot termel a bűnözőknek, ezen belül is 100 milliárd dollár a szexuális kizsákmányolásból származik.